A görög határőrség könyvgázgránátokkal próbálja távol tartani a menedékkérőket a Törökországgal közös határszakaszon. A nyomás egyik napról a másikra többszörösére nőtt, miután Ankara bejelentette, hogy a továbbiakban nem tartja vissza az Európa felé menekülőket. A török kormány szerint nem ellenséges lépésről van szó, hanem kényszerűségről, mert az szíriai hadsereg Idlibi offenzívája újabb százezreket zúdított a török határzónára. A görög kormány szerint Ankara nemcsak, hogy nem állítja meg, de még segíti is a nyugat felé tartókat. A görög kormányfő közölte, hogy illegálisan továbbra sem lépheti át senki a görög határt. Görögországnak semmi köze a tragikus szíriai eseményekhez, és nem fogja mások döntéseinek a következményeit viselni. A polgári védelemért felelős görög miniszter azt mondta, hogy az érvényes úti okmányokkal érkezőket változatlanul szívesen látják, de enélkül nem engednek be senkit a harmadik világ országaiból sem. A török elnöki hivatal kommunikációs vezetője kijelentette, hogy az ország nyugati határának ellenőrzésére vonatkozó intézkedés azért is elkerülhetetlen volt, mert Brüsszel nem tett eleget a korábbi megállapodásnak, nem fizette ki Ankarának a megígért támogatást a menekültek ellátására. Az egyik például 70 többségében afgán menedékéről kötött ki pénteken reggel Leszboszon, miközben a görög szigetvilágban mostanra tarthatatlan körülmények között vesztegel már 40 ezernél is több kelet felől menekülő ember, köztük sok magára maradt gyerek is. A Törökországgal szintén határos Bulgária kormánya is megerősítette a határvédelmet, mondván, hogy a török határőrség szemmel láthatóan visszavonult a határsávból.